Két újabb mérkőzés játszott le, így ebben az évben már 5 bajnoki meccset, plusz egy hepkupa találkozót tudhat maga mögött a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az elmúlt hét közepén a Vasas Akadémia elleni elmaradt meccsüket pótolták a cápák. A fővárosban 3/4-en keresztül uralták a meccset a vendégek, az utolsó játékrész azonban a hazaiaké volt, ettől függetlenül 72-69-re győzött Siska János együttese. Azt kértem a srácoktól, hogy keményen játszunk a mérkőzésen, hiszen a Vasas mindig erőszakosan védekezik. Hazai pályán nagyon erős a Vasas. Igen, 3/4-en keresztül jól játszottunk, aztán a 4/4-ben a támadásunkkal nem voltam elégedett, illetve a védekezésünk sem volt olyan jó, de szerencsére tudtunk nyerni. A következő salgótarjáni fellépésen nem voltak az izgalomra, az első szoros negyed után fokozatosan növelték előnyüket Tóth Gergelyék, és végül 98-72-es győzelemmel tértek haza Nógrádból a cápák. Ott is azt kértem a fiúktól, hogy vegyük komolyan a mérkőzést, annak ellenére, hogy a Tarjának ugye zsinórban 3 veresége volt a mi mérkőzésünk előtt. Én úgy gondolom, hogy a fiúk komolyan vették, jól teljesítettünk, jól védekeztünk, és a támadásunk is jól ment, úgyhogy megérdemelten nyertünk. A két mérkőzésen összesen 21 pontot szerző Bazsó Bruno szerint jól bírja a csapat a sorozat terhelést. Jól felkészültünk az új év elején, igazából keményen elkezdtük az évet, elkezdtük edzeni, ugye már karácsony után, pár nappal. Akkor úgy volt, hogy január 3-án már játszunk, de ez ugye eltolódott, és akkor már igazából úgy voltunk vele, hogy meccsformában vagyunk. Szerencsére jól tudtuk kezdeni, a baj ellen könnyű meccsünk volt, úgymond Ubi extrájának is köszönhetően. Majd pedig azután igazából már olyan volt a ritmusunk, amiből be tudtuk húzni az elkövetkezendő 5 mérkőzést. A baj ellen, vagy a Vasas ellenén pedig úgy gondolom, hogy nagyon jól játszottunk 3/4-en keresztül, majd pedig a 4/4-ben volt egy kis kikapcsolásunk, de így is sikerült behúznunk a mérkőzést. A 17. forduló további eredményei a következők: PVSK 2 Veszprém 94-82, BKG Prima Akadémia TF Budapest 111-78, NKA Pécs Mavc 65-85, Nagykőrös Vasas Akadémia 78-59 és MTK Elite Basket Budapesti Honvéd 75-94. A tabella élén a Nyíregyháza áll 15 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 14-3-as mutatóval rendelkező BKG Prima Akadémiát. A kék cápák szerdán a 9. helyezett NKA Pécs otthonában lépnek pályára.